Kezdődjön a kerekasztal, itt vagyunk. Láttátok a témákat, először egy kis gondolatébresztő beszélgetés lesz arról, hogy hogyan vitatkozzunk animékről. Itt lényegében arról fogunk egy kicsit értekezni, hogy milyen az, amikor valaki azt mondja, hogy az anime, amit te szeretsz, az igazából nem jó, és hogy ezért akár hogy téged is érhetnek negatív megnyilvánulások, vagy negatív észrevételek. A másik fő témánk az az animék és a szuperhősök. Volt egy anime kritika videóversenyünk most idén nyáron, és ott ez volt a fő téma, és mi erről fogunk még egy kicsit értekezni, illetve bejelentjük majd a közönség és a zsűri nyertesét. És szerintem nem is szaporítom tovább a szót, akik a vendégeim az idei animés kerekasztalon, az itt van közöttünk animológia, azaz Saci. Köszöntsétek őt egy tapsát. Itt van új vendégként a Fabulous Industries, és tőle hát a YouTube csatorna vezetője Bence és Morcel. Őket is köszöntsétek meg nektek. Ami a mi kis megrögzött Puzsér Robertünk, azaz csípős beszólásait, illetve az Anime Egyetem Atisát is köszöntsétek majd nagy tapsal. Köszönjük szépen! Bencének vagy, Marcin? Köszönjük! Jó, gyorsan akkor kezdjünk is bele szerintem ez a hogyan vitatkozunk animékről. Itt Krisz szeretett volna egy rövid kis monológot mondani, úgyhogy itt is adnám neki. Hát először is sziasztok, örülök, hogy visszatértem, ti annyira nem. És hát akkor kezdjük azzal, hogy ugye hogyan vitatkozunk animékről, és hogy egyáltalán miről kéne ennek a kerekasztalnak szólnia. Mert ugye sokszor ugye azért megkerestek minket azzal, hogy mennyire, hát, hogy is mondjam, bulvárossá tettük ezt az egészet néha. Igen. Na szóval, azt azért rögtön szögezzük le, hogy az animés kerekasztalnak nem arról kell szólnia, hogy megmondjuk, hogy mit szerethettek, mi az, ami alapmű egyébként. Akármennyiszer elhangzik ez a dolog, ez egy hülyeség. Az anime kerekasztalnak az a lényege, hogy fogjuk, és ezt az egészet igazából bővítsük. Tehát egy ilyen látókör bővítés lenne az egész. Nem az, hogy megmondjuk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami szép. Onnantól kezdve, hogyha valaki egyébként megemlíti azt, hogy például szereti a Sword Art Online, én szerintem az nem rossz egyébként. Tehát onnantól kezdve például nem tudom, elkezdik ekézni. Most nem az a lényeg, hogy mit szeretsz, hanem hogy tudd, hogy miért szereted, legyen egy alapvető véleményed arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. De ezt meg tud fogalmazni, tehát hogy legalább te el tud mondani, hogy miért szereted, vagy miért utálod. Például én az Attilát nagyon becsülöm azért, mert legalább a YouTube csatornáján az van, hogy őszintén el tudja mondani, hogy ő igenis szereti az Attack on Titan-t, a Yuri on Ice-t. Tetszik, hogy felvállalja ezt az egészet. Tehát az Attila meg tudja indokolni, neki van egy szubjektív vélemény, és ez egyébként egy tök jó dolog. Tehát most viccet félretében, ha egyetlen egy ember kéne kiemelni a magyar YouTuber közösségből, aki az animékkel foglalkozik, mert azt mondanám, hogy az Attila channelét nézzétek, mert ő az egyetlen ember, aki nem úgy jár hozzá a dolgokhoz, hogy meg akar felelni egyrészt a közösségnek, meg az ilyen profi animéseknek, nincs olyan, hogy profi animés, ez a világ legnagyobb hülyesége. Hát ahányszor ide valaki kijön és elkezdi osztani az részt, hogy hát igen, azért kéne nézni többször a Those Who Hunt Elves, egyébként senki nem látta, és elkezdi önteni a baromságot, hogy ezt nektek miért kell látni és miért alapmű, annál szörnyűbb nincsen. Amikor a Cowboy Bebopot valaki azt mondja, hogy azért néznek, mert alapmű, az is hülyeség. Tehát legyen benne valami indok, és hát hát jó lenne, hogyha eljutnánk odáig, hogy végre rájönnénk, hogy ez egy hobbi. Tehát ne az legyen, hogy ez valamit fogja és az életetekbe helyettesít, ne az legyen, hogy ez valami helyére beteszitek, és egy közösségben nem mertek ellentmondani másoknak. Tehát ez ne forduljon elő. Tehát ez a legszörnyűbb dolog, ami ez a közösséggel előfordulhat. És nem azok vannak, egyébként nem azok a problémás emberek, mint az Attila, aki fogja és nektek olyan animéket ajánl, amik nem jók, és akkor ugye jönnek a nagy megmondók, hogy hát igen, az alapműveket kéne ajánlani, mert hogy attól lesz ez a közösség jobb, hogy az ízlésüket megpróbáljuk egy kicsit magasabb szintre emelni, nem. Attól lesz jó, hogy elkülönítjük az ízlést, és azt, ami nem normális. Például, aki a iskolás lányokat szexualizálja, mármint itt az általános iskolás lányokat legfőképpen, vagy ugye elkezdi az incestet így promotizálni, hát például akik ezekhez az animékhez feliratot készítenek, bizonyos emberek, na azok igazából azok, akik tönkreteszik ezt a community-t. Attila.
Hát egy tapsot szeretnék kérni Krisznek először is. A könnyeimmel küszködöm, hogy itt a szél lefújta az arcom, de ha valaki azt mondja nekem egyszer, hogy Krisz pozitívat fog mondani rólam az és kerekasztalon, már akkor azt mondom, hogy nem teljesen vagyok biztos a mentális képességében, de valaki azt, hogy megdicséri a csatornámat egy animés kerekasztalon nyilvánosan emberek előtt, mert egyébként a színpad mögött nagy brók vagyunk meg minden. Soha nem hittem volna neki, úgyhogy köszönöm, Krisz. Megölelhetlek? Bármi, amit ehhez a témához hozzáfűznének, hogy most van ezek után? Zsípős paprika. Nekem csak egy kérdésem van, akkor mi vagyunk az új célpont esetleg? Szuperhősökkel foglalkozok, és gyűlölöm a szuperhős témát. Köszi. Szívesen. Ez jó beszélgetés lesz már, látom előre. A DC-t különösen gyűlölöm. Én meg imádom a szuperhősöket egyébként, hogy ez a barátság ez eddig tartott. Hát egyébként nézzük a másik irányba. A Krisz javasolt neked egy diát. Na, akkor most a közönség háromra legyen szíves felolvasni azt ott, amit ott lát, jó? 1, 2, 3. Jó, hangosan. Kérdezzétek meg Attilát, hogy látta a Cowboy Bebopot. Gyerünk! Na, 1, 2, 3. Akkor most válaszolj. Nem láttam még, de ezek után, hogy itt 2-3 száz ember kérdezte meg tőlem, most hazamegyek, és ma este Cowboy Bebopot fogok nézni. És nézzi videót is, csinálj róla. Csinálok egy live-ot. Könyörgök rá. Erről csinálok videót. Főleg, hogy este nézed, és ki tudja, hogy mik mennek közbe. Bence, Marci, tőletek most így, hogy becsöppentetek közénk egy hirtelen. Milyen érzés most így itt lenni, és mit vártok majd a kerekasztalon? Már van egy kis ízelítőtök, hogy mire lehet számítani. Mit vártok majd, vagy mire számítotok majd itt a kerekasztalon? Mi lesz? Hát, hogy egy jót tudunk beszélgetni esetleg, mondjuk a szuperhősökről, hogy az animékkel így összevetve. Például akkor kellett, ha már itt benne van a címben is. Meg hát reméljük, hogy azért tudunk olyan kérdésekre is válaszolni, amire esetleg mondjuk és hogyha mondjuk otthon, mondjuk, vagy éppen a barátaitokkal beszélgettek erről a témáról, akkor az hogyan lehet esetleg mondjuk így kiküszöbölni, vagy éppenséggel kiállni amellett, amiben így úgymond hisztek, szeretitek, nézni, stb. Kicsit mesélnétek magatokról, mert hogy olyan voltak, mutatkozzatok meg mégis. Mikor mióta foglalkoztak videózással? Ezt én rögtön gondoltam, hogy ezt lehet ezzel kellene kezdeni. Tegye fel a kezét az, aki esetleg tudja, vagy ismeri a Fabulous Industries csatornáját. Ó, köszönöm szépen! Nagyszerű, azért vannak itt páran. Mi egy olyan YouTube csatorna vagyunk, ami leginkább szuperhősökkel, azoknak a világával foglalkozik, leginkább képregényekkel. Mellette magyar képregényeket szoktunk kritizálni, tehát magyar alkotóknak a munkáit szoktuk így gorcső alá venni, és ezekről így beszélgetünk jókat. Hát, mit lehetne mi beszélni? Szeretjük a Marvelt, szeretjük a DC-t, szeretjük a mangákat is olvasni természetesen, bár abban egy kicsit válogatósak vagyunk, meg az animék terén is. Most ugye a téma miatt most így pont kapóra jött a Boku no Hero Akadémia, amit most így elkezdtünk nézni, meg az Inuyashiki például azt én néztem végig, maratonoztam a héten, úgyhogy lesz miről beszélgetni. Marci, te akarsz valamit még hozzátenni esetleg? Nem. Annyira részletesen elmondta, hogy mivel foglalkozunk, hogy szerintem ez teljesen felesleges. Azt elmondtad, hogy mióta? 2 éve videózunk talán, vagy 3. Ezt pontosan nem tudjuk megmondani, mert mindig teljesen más időpontokban, meg időközönként raktunk fel videókat, de olyan 2 éve, úgy azt úgy talán, hogy egy jó idő. Fun fact, hogy ott tudom, ti testvérek vagytok, ugye? Ja, testvérek. A ládon belül maradt. És mik a terveitek így a YouTube-ozás, YouTube videózásra nézve? Konkrét terveink szerintem így nincsenek, mert ez egy tipikusan egy olyan téma, mint például az anime is, hogy most, hogyha ezzel foglalkozok, akkor nem lehet célom az, hogy több százezeren kövessenek meg, hogy nagyon híres legyek. Simán csak azért csináljuk, mert szeretjük csinálni, és mert szeretünk ezzel foglalkozni. Szóval így nagyobb céljaim nincs. Viszont láttam, nagyon motyogtál valamit. Igen, miért? És egyébként, hogy miért mondta szuperhősök? Mármint tényleg, hogy kicsiként ott fogtad a lepet, így magadat egyet, hogy szuperhősök, és akkor bátyának megtetszik, és bevállaltál. Az nem válasz, segíthetlek? De ő
kezdte. Majd most én válaszolom. Nem akarom, de jó vagy. Most akkor elkeserítelek. Én voltam az olyan köpenyt viselte, és ő beszélt rá. Ó, most sidekicket játszik? Aha. Ez tök jó. Lehet, hogy én is felvetem otthon. Tehát arra a kérdés, hogy mire számíthatok a kerekasztalon, akkor inkább erre. Egyébként, tehát vissza, legjobban az eszentiáját. Néztem vissza régebbi ilyen kerekasztalt, pont a tavalyi nyárit néztem vissza, és ettől tartottam, hogy ilyen lesz, de... Másfélre ez hosszú veszély. Jó lesz ez, ne féljetek. Akkor most ugorjunk egy kicsit, másik irányba akarok menni. Volt egy feladatunk, amit itt kiosztottam így között, egymás között, hát Krisztől jött a... Az ötlet, hogy szuperhős neveket adjunk egymásnak, és képességeket is. Ezzel kapcsolatban egyébként megy most Facebookon egy nyereményjátékunk, ha gondoljátok, csakkoljátok. Mondó magazint lehet nyerni, júniusi mondom, egyébként itt van pont nálam. Nem tudom megmutatni, de majd itt is játék. Na de hogy ad is, Krisz, kezdjétek akkor ti a sort. Itt találtatok. Én kezdjem, az jó. Szóval, hogyha az Attila szuperhős lenne, én azt a nevet adnám neki, hogy Candy Girl. Ez úgy néz neki, hogy ilyen szélemúlmos átváltozása lenne. Azért, mert szerintem az tök jól állna, de nem veszíteni ide ezeket a maszkulin vonásokat, amelyik van. És igen, és hát két képességet szántam neked. Az egyik az oppál lézer, mert azt mondom, hogy szeretem. Ez úgy néz neki, hogy valaki ránéz és megnő a mellett. Tök mindegy, hogy férfi vagy nő, de hát ez a legdurvább része. Tehát nagyon szeretném, hogyha mondjuk kacsákat nem nézegetnél, vagy az morbid lenne. A másik, az a meleg érintés. De nem úgy, hanem azért, mert nagyon kedves. Tehát, hogy megmelengeti a szívedet, hogy ráteszi a kezedet, és akkor megnyugszol. Krisz egyébként zseniális abban, hogy rátapintson az ember gyenge pontjaira, tehát, hogy olyan kevés maszkulin dolog van rajta, hogy a kis szőrsenőr az arcomon egyébként, meg ilyesmi, tehát, hogy... Nem. Maszkulin. Köszönöm, Krisz. Hát, Kriszt egyébként inkább antihősnek tudnám elképzelni, mint szuperhősnek. Ő az, aki a sötétből, az árnyékból védelmezi a rendet egyébként. De amit én gondoltam neki, az egy, mint szuperképesség, az egy önkritika elhárító pajzs. Ez szerintem nagyon illene az ő karakteréje. A másik pedig az a borzas haj jutsu. Ugyanis az a szuper képesség, hogy soha semmilyen körülmények között semmi nem tudja befolyásolni Krisz hajának a megjelenését. Láttátok volna a januári kerekasztalnál, akkor konkrétan úgy állt a haj, mint a most kellett volna feltenni ilyet. Merőlegesen égnek át, mint a Jungkookunak. Már ebben a szépben most nekem is problémáim vannak, mert a gondosan beállított frizurámat azt a szél teljes mértékben tönkreteszem. Várjál, most ha... Ezt mindenki kérje, tehát hogyha nem csinálja meg, akkor egyszerre kell kérnetek, de egy ilyet kell csinálni az Attilának, hogy Fábio... Gyerünk! Akkor háromra kérjétek, hogy 1, 2, 3, kérjétek! Mit kell mondani? Fábio... Egyébként visszatérjük, köszönöm szépen! Visszatérő kerekasztal programon belőlem való hülyet csinálás egyébként. És szerintem ez mondjuk valamennyire jó, mert azok is eljönnek, akik utálnak. Tehát ezzel is nő a kerekasztalnak a nézőtábora, mert ők meg ezen szórakoznak baromi jót, hogy belőlem hülyet csinálnak. Szeretünk téged, és szeretlek. Ezt már egyszer elmondtam szerintem. Köszönöm szépen. Na, Fabio Szintesz, Bence Marci, ti miket találtatok ki egymásra? A Bencének van egy olyan jó tulajdonsága, amit szupererőnek is lehetne nevezni, hogy bármiről, ami vagy jó, vagy rossz, abban ugyanúgy meglátja a hibát, és a sárga földig le tudja húzni, hogy ezt nem tudom, ezt így szokták mondani, hogy jó, teljesen mindegy. Nem tudom, mennyire láttátok a polgárháborúról szóló videóját neki, vagy volt végtelen háborúról, én vagyok. Csatornánál dolgoztok, vagy megkérdeztem közben? Én, hogy képregény szakértők mind. Az, ja. Ezt a kettőt mindig keverem egyébként, most egy védekező. Bocs. De hogy azt is úgy lehúzta olyan dolgokon, hogy teljesen kiakadtak rá.
És én szerintem ez simán lehetne szupererő, hogy olyan dolgokban, amikben úgy nagyon hibát nem nagyon talál az ember, abban is meg tudja találni. Legyen az film, vagy állat, vagy ember. Kárkán is csomót keresem, ide egy jó szempontból. Én ilyen cringe-mennek hívnám, vagy nem tudom. Ez párkapcsolatban annyira nem lehet előnyös. Lehetséges. Szerencsére szingli vagyok, úgyhogy... Szóval... Van egy eladó fiú itt a színpadon. Szóval, Marcinak nagyon sok jó tulajdonsága van. Az egyik legjobb tulajdonsága az, hogy ha szuperős lenne, én abszolút úgy hívnám, hogy pakadó. Ez azért történne meg, mert ő nagyon is szereti bezselézni a frizuráját, és előszeretettel szereti mindenbe beleütni az orrát, minden egyes képegénybe belelapozgat, és csak mellette még a filmekkel is így szokott lenni, hogy minden egyes filmben a legapróbb részletet is megkeresi, hogy éppenséggel milyen jellegű utalást található meg benne. Ez jelentett akár mondjuk egy önálló értéket is a filmben esetleg, vagy mondjuk a történet nem adja el teljesen egészen önmagát. Most mondja, hogy az öngyilkos osztag a legjobb. Most meg fognak verni téged, igen. Mindegy, talán az egyik szuper gyengesége az, hogyha hozzájönnek a hajához, akkor hirtelen menekülőre fogja a dolgot. Tehát ilyen egy kakadó. Tehát egy tollászkodik és mindenbe beleüti a sőrét. Szervusz! Azért annyira nem egy lehet színpadról, mint kell lesz nekünk itt a kerekasztal végig. És hát igen, így Saci meg én így kettem egymásnak maradt. Csajok, tartsunk össze! Mondta Sarga, nem véletlenül ültünk egymás mellé itt a férfi túltágú kerekasztalon. Igen, sátán, maradj! Mi ez a férfi ellenesség, hölgyeim? Azt kérdezném meg, hogy mi ez az íz, vagy mit akartál csinálni? Kereszt. Ez egy kereszt. Tehát nagyon átvertek itt a Nóra. De ez azért lehet, mert kiiratkoztam, tehát hogy ennyi maradt meg. De Saci, én tudod, mit találtam ki neked? Nem, de már kíváncsian várom. Nyugi semmi ciki, én Power Womannek neveznélek el. Akkora energia van benned mindig, robbannak a videóid, a humorok, amikor tudod, volt most a kritika versenyre, hogy csináltad ezt a videó, lelkesítő videót, és annyira bírtam, hogy így belementél, hogy és mondjátok azt, hogy ez a videó nem jó! Ezt annyira bírom, mikor így belemászol az ember fejébe, vagy arcába. És iszonyat sok energiád öntött, láttam, hogy tandemeztél is, hát én soha életemben nem mernék kiugrani, nem tudom, x ezer méter magasról, én ott falhoz törnyed. Úgyhogy igen, ez utólag én is egy kicsit elgondolkozom, hogy Saci, de ez a hülyesség, amit kitalálsz mindig, nem tudom, hol jönnek ezek a beteg ötleteim, de... Hát ott a repülőben, amikor én 4000 méter felé közeledtünk, azért már tényleg elgondolkoztam majd, hogy hú, hát lehet, hogy inkább repülővel kéne vissza is menni, de... Na de hát ezeket az energiákat bármire tudod szerintem használni, hogy mindenkinek mosolycsaj mondjuk az arcára, Magyarországon, aztán meg a világon. A mosolyvilág, meghódítjuk a világ. Én pedig azt találtam ki neked, hogy mint egy spiritini, így a neved, ötvözve a spirit, mint így a szellem. Mert hogy mindenhol ott van. Tehát itt mindig valahol megyek, és ti így soha még egy szellem, egy árnyék, ilyen teleportáló képességei vannak, meg egyébként csodálatos lopjai vannak, és az lenne így a halálos csapásod, hogy így megsuhintod azzal, aki nem is ér. Azért látszoknak a nemi különbségek, tehát hogy mi férfiak itt széjjel kaptuk egymást, tehát mi nem dicsérgetjük itt nyilvánosan egymást, hanem jaj, de kedves vagy, jaj, de aranyos, olyan szép a hajad, a rucit, Timi, hát ez valami felséges. Kihasztuk belőled a belső. Na, azért a testvérek azért, ott volt egy kis egósimű, tehát hogy én itt épp az incesztelen kampányoltam és kezdtem tőlem. Kezdett burulni, de ott megnyugodtam, amikor elkezdték egymást egy kicsit cseszegetni. Ugye ez van, mi lányok szeretjük egymást. Hát meg Timire nem lehet rosszat mondani. Na, hát tudtok rosszat mondani Timire? Nem dajerolt a haja, nem? Azt így off-topic megkérdezhetem, hogy a Mondó oldalnak a Facebook üzeneteit kikezeli? Igen. Akkor neked írtam meg tegnap este, hogy 3:30-kor kelt? Igen. Neki küldted a nódokat. Néztem is, megmondom, miért itt írsz nekem? Hát megvan az e-mail címem. Mint mondtam, megnyitottam a Mondó oldalt, és a Facebook így szépen kirobta. Tudom, semmi gond.
Na, de hogy egy kicsit beszéljünk a fő témánkról is. Jó, játék! Oké, Krisz, akkor vezest fel! Játszunk egyet! Hát most itt hallottátok, hogy egymást mennyire nem kedveljük, vagy fogjuk rá, hogy kedveljük. Kedveljük. És hát az a helyzet, hogy szeretném, hogyha van itt valaki köztetek egy pár, aki szintén kitalálna egymásnak egy ilyen szuperhősös nevet, nem muszáj kedveskedni, lehet tönkretenni barátságokat is. Szóval két embert várok ide a színpadhoz, aki hajlandó megosztani velünk, hogy szerintem mi a párja, és mit szól ez. Szóval? A két ember, jelentkezzetek! Aki elvállalja. Nem mondom meg, mit lehet, nem mondod meg, mit lehet nyerni. Itt lenne nagyon erős körnek, hogy jönni akarsz. Tudok, hogy mit lehet nyerni. Meg lehet nyerni a jó szórakozást, na. Meg Krisztel egy vacsorát, na? Hát ott látok egyet, gyertek. Gyertek ide. Aj, gyönyörű, hogy pár kapcsolatot teszünk tönkre. Erre mindig vártam. Tapsoljunk meg! Gyertek. Sziasztok! Marci vagyok, nem tudom, hogy mit kell mondani. Ez így bőven elég. Szuper, hát... Nem az. Ilyen antihőszerűség, inkább egy szakibasznak képzelni, mert főleg a mostani jött az egyik alapján, de... Krisztel is menekült. Szuper, erre... Úgy gondolod el, hogy belemalszol, Tita. Úgyhogy jól válogoznak szerintem. Ebből a napé lesz. Csak két franci ágy van sajnos. Harmadik nincs kanapé. De most van, de gyorsan, amíg még sokan látod, nem tud most helyben meg. Gyorsan most. Szuper erőnek én, hát nem tudom, egy ilyen szuper szex képes. Nem, ez nagyon tudom, hogy biztos, hogy... Nem tudom, még nem találtam ki, passzolok, addig te mondd el, hogy jól, még meg azért gondolkozok, ha tudok valamit. Nem biztos, hogy tudok. Jól van, akkor sziasztok, Petra vagyok. Yeah. Amúgy első mondokonom, imádom, nagyon jó. Amikor legelőször barátom mondta, hogy eljövünk, hát elég jócskodtam, de örülök, hogy végül is itt vagyok. És igazából én egy antihőst képzelnék el a páromnak. Róla azt kell tudni, hogy bármiből hajlandó magát kiveszteni, ha elkezdtek vele vitatkozni, rögtön bármit, akármit, ki tudja magát belőle dumálni. Úgyhogy én ezt a szuperhős képességet tudnám neki elképzelni. Illetve még talán egy olyat, hogy a barátnőjét nagyon szépen fel tudja húzni. Milyen értelemben, itt Sraci mondja velem? Megmentelek titeket, inkább mondom vagyok, hogy nagyon szép volt. És, hát, köszönjük a részvételt, azt mondta Timi, hogy ez még egy meg nem jelent mondó. Megjelent mondó, 2018 júniusi. Igazából tök mindegy, ő elindult vele a kuka felé, de egyébként nem úgy kidobjátok, elméletek tök jó cikkek vannak benne. Hát köszönjük szépen a részvételt. Itt a hangulatot, volt itt már minden, legyen már egy kicsit szó a szuperhősökről is, mégpedig a Fabulous Industries tök jó témákat javasoltatok, így a szuperhősök is adni még kapcsán, hogy például a shonen szériákban hogyan jelenik meg a hőszerep VS szuperhős univerzumban. Erről már Marci, ugye? Bence. Bence. Kerekasztal mindjárt megtanulom. Oké, szóval nyugodtan. Bármi ötlet. Miért gondoltad ezt a témát idevágod? Szerintem azért, mert ugye nagyon sok alapshonen animét ismerünk, amikben leginkább van egy főhős, akinek mindenféle képessége van, esetleg valamilyen fantasy világban érvényesül, vagy éppenséggel egy olyan világban, amelyik nagyon hasonlít a miénkre, és gyakorlatilag azt a képességet folyamatosan fejleszti, vagy eredendően megvan neki, vagy a saját kemény gyakorlása által szerzi ezeket ugye meg. És nagyon, nagyon is hasonlít ezekre az amerikai képregényekben is megismert szuperhősökre olyan téren, hogy például Batman az például önerőből érte el azt például, hogy ő egy legyőzhetetlen szuperhős legyen a maga módján. Ugyanúgy elképzelhetjük a Dragon Ballban is, hogy Son Goku például azért tetsz olyan keményen, hogy minél erősebb legyen, és hogyha felbukkan egy ellenfél, akkor megküzdhessen vele egy jót. Már nem tudom, hogy a szuperben ennek most már mennyire értelme volt,
de azért bízunk benne, hogy a Super Dragonból hírózban nem lesz az ennyire elcsöpelt. De akár fel lehetne hozni a Naruto-t is erre, mint példát. Például eredendően ott megvan a képessége az, hogy egy démont hordoz magában a főhős, és ez úgymond az ő saját különleges képessége. Ezt nagyon láttam, vigyázz! Igen, engem érdekel. A ez a Songokus dolog, ez nagyon tetszett, hogy azért hetsz meg, mit tudom én, mi már, hogy legyen az valaki, de... Én nagyon szeretem a Dragon Ball, de azért a Songoku karakter olyan, mint a fajék, tehát mindent néz, csak azt nem, hogy egyébként megmentse a világot. Tehát amikor konkrétan tovább nyomja direkt a harcot, hogy ja, nekem már mindegy, pusztuljon el a család. Van két gyerek, de egyébként egyre nem is emlékszem. De ebben mi a hősies például? Hát az, hogy feláldozza a gyereket, vagy mit, tehát hogy hol van a ráció, mert én nem úgy vettem észre, hogy például a shonenekben azt látni, hogy igazából nagyon sokan azon dolgoznának, hogy megmentsék a világot. Hát most elgondolkodott el alaposan, főleg a Songoku miatt, de nem tudom, én ott a morális kérdést látom leginkább, hogy például, hogy miért. Songoku azt szerintem pont egy rossz példa, egyetértek, mert ő az, aki egy harcmániás, és oké, hogy hősies és megment bárkit, aki ott van meg a szeretteit, de azért látszik, hogy neki ez a fő motivációja, nem pedig a mögötte lévő erkölcsi tartalom. Tehát most kiropantotta az univerzumok közötti háborút gyakorlatilag, aminek az a tét, hogy ott nem milliárdok halnak meg, hanem teljes univerzumok halnak meg. És oké, hogy jó lett a vég, opa, kicsi spoiler, de oké, de egy picit is arrébb csúszik a dolog, akkor ott egész univerzumok halnak meg, és ott mind ugye Goku hibájával. Tehát ő azért szerintem pont nem a jó példa a hősiessége, de mondjuk egy olyan új generációs show, nem mint a Boku no Hero Akadémia, tehát meg teljesen más, és többek között azért is zseniális szerintem, mert pont egy picit kifordítja a hagyományos shonen elemeket. Hát például azt a klisét is, hogy a főhős az baromi erős, de bugyuta, azt is teljesen megfölötte, mert a Deku pont egy analizáló karakter, pont egy olyan valaki, aki gondolkodik, aki tervez, aki stratégiát talál ki, és ez több elemben is megjelenik. Úgyhogy Jézusom, ilyen tényleg nem volt még se a Death Note-ba, se a Kakizbe például. Annyira jó vagy. De olyan. De amúgy jó, hogy mondtátok ezt a Songoku hasonlatot, hogy ő mennyire nem hős olyan értelemben, mert a One Punch-ban is ugyanez, hogy ott ő is azért harcol, hogy találjon valaki olyat, aki erősebb nála, és nem azért feltétlenül megmentse a világot. De az inkább paródia. A Dragon Ball az meg egy gag, és egyébként ott pont az a lényeg, hogy a karakter maga azért fejlődik, hogy hős legyen, és tényleg az, hogy megmentse egyébként a világot. Az meg pont egy rossz példa volt, hogy rossz példálkoztat fel. Ennyi. Hát egyes. De ez egy brutálisan érdekes kérdés egyébként, mert pont a Bleach kapcsán jelent meg egy olyan jelenet, ami engem nagyon megragadott annó, hogy ugye a Bleachben is Ichigo mindig azért megy mindenhol, hogy megmentsen valakit, vagy a világot, vagy Rukiát, vagy akárkit. Viszont volt egy jelenet, mikor ugye a Holo Ichigóval harcolt, tehát önmagá belső szörnyével gyakorlatilag, és ott volt az a rész, amikor mondanék, hogy ösztön. Az ösztön az, amivel ő harcol, és amit, hogyha ő elsajátít magának a harc szeretetét és a harc ösztönét, akkor tudja ezt az erőt ugye magáévá tenni. De sok esetben azért az van itt, hogy azt látom, hogy szeretnek ők harcolni egyébként, és bennük van ez a dolog. Tehát, hogy kár lenne ezt tagadni, viszont mellette azért megmentik a világot is. Szerintetek ez mennyire más a szuper hős, mint a Marvel DC által képviselt hős szerephez képest? Mi a hasonlóság, mi a különbség? Most így morális szempontból, vagy így történetileg? Morális szempontból, mert nyomkodtad le. Hát én szerintem mind a DC-nél, mind a Marvel-nél az a főbb cél, hogy úgymond világmegmentés legyen. És nem tudom, az animékben is, sőleg a shonen-eknél legtöbb esetben az látható, hogy ugyanez a cél. Most mondtunk példákat, ahol pont nem, de mondjuk nem pont a világot, hanem nagyon soknál úgy van, hogy egy kisebb területet, mint mondjuk egy falut, mondjuk a Naruto-ban, vagy mit tudom én. Szóval ez a dolog szerintem ez ugyanúgy megvan ott is, maximum történetileg van olyan különbség, hogy amit én sosem fogtam fel egyébként például a Dragon Ball-nál is, hogy az erőszint az így ugye egyre nagyobb lesz, ahogyan haladunk a részekben, mert ez képregényeknél nincs meg, se a filmeknél, és nagyon kevés esetben egy-két példát tudnék rá mondani, de hogy az animéknél ez más, és ott például, hogyha mondjuk egy Dragon Ball-ban nem egy Frieza-val kezdenénk, hanem egy Buu-val egyből, úgyhogy Goku-nak ugyanakkor az erőszintje, akkor ott vége lenne a sorozatnak, szóval ott ez egy kicsit ilyen logikai legyen szerintem buktató, de azért van sok hasonlóság az amerikai meg a japán. Hát az amerikai képregényhősöknél ott az érdekes, hogy ott egy ilyen társadalmi nyomás is ránehezedik a szuperhősökre, mert ott gyakorlatilag azt veszük észre, hogy van egy illető, akinek van a bizonyos lehetőségei,
bizonyos képességei, amit lehet, hogy ki tudna aknázni, tudná használni a jó érdekében, tudná használni az emberiség érdekében, és ha ezeket nem használja ki például, akkor az gyakorlatilag olyan, mint hogyha halálra ítélne nem tudom hány embert. Tehát itt leginkább ezekkel szoktak érvelni, és ez egy ilyen, sajnos egy kicsit olyan általános dolog is, hogy pont emiatt, hogy de hát, hogyha nem cselekszek semmit, akkor gyakorlatilag lehetséges, hogy miattam hal meg mondjuk 100 ember abban az épületben, lehet azért élnek benn mondjuk abban a nem tudom hányadik emeleten, hogyha éppenséggel kinyújt a tűz, tehát ilyen jellegű dolgokat próbálnak belevinni, és leginkább próbálnak párhuzamot is vonni a mai kor úgymond hőseiben, hogyha nevezhetjük így mondjuk esetleg a rendőröket, tűzoltókat, vagy a mentőket, például egy életmentést, például hogyha ezt így föl lehetne hozni. Leginkább ezeket próbálják így megmozgatni, hogy az olvasó az például ne csak olvassa a történetet, átérezze, de próbálja morálisan is úgy hatni rá, hogy ezt én is meg tudom csinálni esetleg. Bennem egyébként felmerült ez a klisés kérdés, hogy szerintetek így mindenkihez szólok, hogy mi jelent az, hogy hős. Tehát most itt beszéltek több minden dologról, de hogy most csak abból áll egy hős, hogy van egy szuper képessége, meg hogy menti a világot, vagy így. Szerintem apró dolgoknál is. Szerintem különbséget kéne tennünk a között, hogy hős és szuperhős, mert én szerintem nem feltétlen ugyanarról beszélünk. Mert hogyha egy hős az lehet akár egy hétköznapi ember, aki mondjuk egy csecsemőt kihoz egy égő házból, a szuperhős az meg, mit tudom én, beöltözik és szuperereje van és embereket, meg világokat ment meg, meg berepül a házba a csecsemőjére. De hogy az a hősnek egy ilyen, hogy mondjam, OP változata, ha lehet ezt így mondom. De, mit tudom én, egy lovag is hős, de az nem szuperhős, szóval. És hogyha mondjuk, hogyha már megkérdezted, hogy mit nevezünk hősnek, akkor nem tudom, ez így az én szemszögem, hogy én szerintem azt, aki önmagát, hogy mondjam, ezt veszélybe sodorva ment meg másokat, hogy önmagával nem törődik, hanem önzetlenül. Gyorsan visszareflektálnék a társadalmi nyomás kérdésére, és pont, hogy megint csak a Bokonújró Akadémiát hoznám fel, mert bocsánat, Krisz az itt el fog borulni mellettem, de ott pontosan, és elég szeretem ezt a szólalmét egyébként, mert ilyen komplexitásai vannak, tehát ott pont az a helyzet, hogy a hős, az egy hőség, az egy hivatás lesz, ugye ott a társadalom egy elfogadott hivatás, ráadásul amiatt pénzt kapnak. Gyakorlatilag teljes állásban űzik ezt a hivatást, hogy oké, hogy embereket mentenek meg, de egy fizetést kapnak érte, és már megjelenik benne a morális kérdés, akkor hogy lehet-e hősnek nevezni azt, aki pénzt kap a hősködésért bázis, és ez ott egy nagyon komoly kérdés, hogy mi az a hős, mitől lesz valaki hős, és így tovább. És de a hőségre reflektálva pedig ugye itt is próbálják ezt megfejtegetni, és arra jutnak, hogy aki képes önmagát feláldozni másokért, tehát nem másokkal, tehát magával nem törődve másokat maga elé helyez gyakorlatilag. Akkor mondhatjuk azt, hogy a Boku no Hero Akadémia tönkreteszi így a hős fogalmát? Mármint az így ilyen szempontból, hogy hősnek nevezzük azt, aki pénzért hősködik. Nem teszi tönkre, hanem teljesen új perspektívával helyezi, teljesen új megvilágításba, és pont ezt a pluszt adja hozzá. Egy önkritikát gyakorol a sorozat maga is, hogy oké, itt vannak a hőseink, de most akkor ők tényleg hősök. És a főhős benne van a főhős, és próbálja megtalálni a saját útját, hogy mit jelent hősnek lenni ebben a társadalomban, és ez egy nagyon komoly kérdés, úgyhogy nem hiszem, hogy ellene ment, inkább azt mondanám, hogy pont azzal tesz jót, hogy felteszi ezeket a kérdéseket a hősséggel kapcsolatban, és próbálja válaszokat adni rá. Ha már felhoztad a pénzért hősködni témát, a Marvelben ezt úgy szokták definiálni, hogy bérhős. Tehát, hogy gyakorlatilag megélhetésért, pénzért cserébe ment meg másokat, vagy intézel dolgokat. Nem tudom, hogy most közületek például mennyire ismeritek mondjuk a Luke Cage sorozatot, vagy éppen a Vasököt, ők a bérhősök gyakorlatilag. Tehát pénzért cserébe csinálnak meg dolgokat, ez nem tudjuk, tehát ez erős lehetne vitatkozni, ez most mennyire erkölcsös dolog. De érdekes, ahogyan ezt felhoztad, ezt a Boku no Hero Akadémiás témát, ez ugyanúgy jelen van az amerikaiaknál is, csak egy kicsit ilyen, nagyon kicsi számban. Tehát ezzel annyira nem szeretnek így játszadozni. Nekem lenne egy tök jó kérdésem, hiába vennék, de most nem adom oda. Szóval az a helyzet, hogy én akármilyen hülyeséget látok, nekem mindig csak az jön le, hogy nem lennének hősök, hogyha nem lennének főgonoszok. Tehát Batman tökre unatkozna Joker nélkül. Tehát én komolyan mondom, én szerintem lassan elvihetné vacsorázni, tehát direkt nem sitteni a csávót, nem öli meg a csávót, ha már kinyírta volna, megment ezreket. Superman egyébként a legnagyobb bullshit egyébként a hősök között, de ebben már bele sem menjünk. De nem az van, hogy igazából csak akkor vagy hős, hogyha már egy jó fő gonosz. Olyannyira, hogy ezt egyébként a Mega agy ezzel foglalkozik, nem tudom ki látta ezt az animációs filmet, a Mega agyat.
nagyon jó, azért látták, mert ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag ott, pici spoiler, meghal a főhős, aki ellen, aki ellen ugye próbál a főgonoszt nyerni, és az lesz a helyzet, hogy ő megnyeri ezt a csatát, és ő lesz a főgonosz a világban, hogy baromira unatkozik, és nincs mit csinálni, és teljes ilyen depresszióba esik, egy ilyen alkotói válság lesz gyakorlatilag, hogy akkor most mihez kezdjen, és próbál teremteni egy új hőst, aki ellen harcolhat, szóval azért nagyon érdekes ez, amit felvetettünk. Ez egy képregényes példát, és akkor már itt hozzáfűznék, hogy valamit csinálják is. Van egy ilyen ötrészes ilyen Batman sorozat, ami azzal kezdődik, hogy Batman meghal, hogy Batman eltűnik, és Joker jóformán megjózanodik, családot alapít, gyerekei lesznek, vagy nem tudom, gyerekei nem biztos, de családot alapít, az biztos, és lesz felesége, és amint jön a hír, hogy Batman visszatér, kiugrik az ablakon, beleesik egy folyóba, és akkor onnan lemossa magára ezt a bőrszint, és akkor onnantól újra folytatódik az egész. Szóval erre van képregényes példa is. Nekem csak annyi kérdésem van, hogy miről lesz még szó egyébként a kerekasztalon, mert Attila mindent lesz spoiler, ez amit lehet. Tehát én komolyan mondom, hogy itt ülök mellette, én ezt egyébként pont meg akartam nézni még ezt a filmet, most már nem biztos, hogy érdekel. De az Attila mellett, na ő az igazi antihős, látjátok, ilyen az, amikor valaki gonosz. Tehát, hogy vagy addig, tehát, hogy vagy elég ideig ezt ott hősként, hogy azért még úgy, hősként eltemessenek, vagy megélhet, hogy gonosz legyen. Na, az Attila pont ez. Eljött ide kerekasztalra, ő a jó fiú, és erre leszpoilerez nekem mindent. Ha majdnem tarkon vágtalak. Egyébként utálom én is a spoilert, és a legnagyobb ellenségem is, és többet nem barátkozok azzal, aki spoilerezik, de az első öt... Hozzá váltál, ami ellen felesküdt. De itt ez az első 5 percében történik. Krisz. Lépjetek ezen túl, majd a kerekasztalon kívül leboxoljátok. Még a klisékről akartam volna veletek beszélni, hogy a Fomalhaut nevezett most az idei kritika versenyünkön, és ő egy olyan videót készített, amiben így kielemezte, hogy mennyire klisés az például a Szélemonban, hogy ugye őt is általában a szuperhősnek sorolják be, hogy átváltozik, de ugyanúgy néz ki, és senki se ismeri fel. Superman ugyanez Clark Kent, átváltozik, és senki se ismeri fel. Ehhez hozzáfűznék annyit, hogy most ez ilyen nagyon geek dolog, mert most nagyon kocka vagyok ilyen téren, de hogy Supermannek a szemüvege, és ez nagyon nagy hülyeség én szerintem is, de hogy kriptoni szemüveg, ami azt tudja, hogy alacsonyabbnak tűnik, görnyedtebb hátulnak, és nem annyira markáns állónak, szóval ez is meg van magyarázva, hogy miért hülyén öltözik át. TV-sorozat, ezt nem hozták át. Igen. Lois és Clarkba, amit végén annól néztem. Arról inkább ne beszéljük szerint. De volt még egy sztereotípia, amit megemlített, hogy a szuperhős mindig ott van, ahol a főgonosz éppen feltűnik. Tehát, hogy mindig fizikailag, földrajzilag egy térbe esnek, és hogy ez miért van? Hát, mint ahogy itt is elmondták, hogy gonosz nélkül ugye nincsen szuperhős, és általában a szuperhős azért születik meg, mert van egy gonosz. És hogyha valahol van egy gonosz, akkor ott születik meg értelemszerűen a szuperhős, szóval. Én egyszerűbben megmagyarázom, mert hülyeség. Egyébként tényleg. Tehát a legtöbb ilyen szuperhősös maszlagnak abszolút nincsen értelme. Például én nem fogom tudni soha Captain America-t legitimizálni, mert hülyeség. Tehát jó, elismerem, akkor tök jó lett volna, hogyha Captain America például azért küzd, hogy mindenhol olajat találjon, mert akkor hű a nevéhez, megy, harcol, mindenhol olajat talál, kifúrja, behozza az amerikai, hogy az oké. Okay. Ezt úgy aláírom, ez belefér. De ott van Batman. Hát úristen, beestem a dönövérek közé, és gyűlölök minden, depressziós milliárdos vagyok. Az legyen a legnagyobb problémát. És hogy haltak meg a szülei? Hát emléteg, én úgy tudom, hogy Batman szülei egyébként, tehát hogy az apja az konkrétan jártas volt a harcművészetekben, hogy valami hasonló, nem? Nem volt valami ilyesmi? Esetleg egy alternatív univerzumban. Esetleg egy alternatív univerzumban. De egyébként azt nem értem. Akkor is. Tehát van 2 milliárdos, aki bodyguardok és egyebek nélkül a gettóban sétálgat, és halálra lövik őket. Én például ezt sem értettem meg. Szerintem ez is csak egy indok volt, hogy csináljunk valami szuperhős, és akkor ez lett ugye Batman. De egyébként Batmannek alapból nem láttam például soha értelmét. Nála csak Superman az, akit kevésbé látok értelmesnek, mert annyira tápos az a karakter, ezt egyébként elismerték a szerzők is, hogy egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Például Supermannek mi értelme van? Tehát, hogyha egyszer komolyabban venné a dolgot, mint ahogy egyébként van egy ilyen sorozat, ahol megcsináltak a Dark Horse Superman, ahol a lézer szemébe lobotómiát hajt végre a gonoszokon, és mindenkit ugye lenyom. Tehát igazából mutatja, hogy mennyire nincsen szükség senki másra a Justice League-en belül. Akkor mi szükség van másra?
Föltetted a legjobb kérdést, igen. Szerintem. De nyilván azt is tudhatod, hogy Supermannek ugyanúgy van nagy gyengeségé. Most például megemlíthetjük azt, hogy például a szeretteit azt nagyon szeretik. Aztán jó ég, te megmagyaráztad azt, amit még senki. Yeah. Te Jézusom, a szeretteit nagyon szereti. Érzed, hogy mennyire rossz, nem? De. Vágod, és ráadásul abban a verzióban, amit mondtam, Superman pont mindenkire tojik magasról. Tehát konkrétan a csávó lemészárolna szívesen mindenkit. Nem tudom, hogy most ez a gonosz Superman, ez most az Injustice. Nem, ez a jó, hát melyik szerint? De van, hogy arra gondolsz, mert biztos van más is, de hogy ott, vagy hogyha a szereteket hozzuk fel, nincs már. Szóval ott pont úgy kezdődött el az egész, hogy ő ölte meg azt, akit. Nagyon tragikus, de akkor is miért van szükség a Justice League többi tagjára? Fogalmam sincs a megkérdezésen. Látod, semmi értelme. Szerintem ezeket a hősöket annó nem gondolták túlságosan túl, tehát én csak így szimbolikaként akarták használni ugye a jó-rossznak a feltüntetésére, és hát mi a legmenőbb szupererő az, hogy repülsz, vagy... Nem nyert, majd a srácok kiavítanak, hogyha valamit rosszul mondok, de például Captain America is például teljesen más koncepcióval született. De ha jól tudom, próbálták egy kicsit ugye ezt a nacionalitást belenevelni a gyerekekbe, ugye egy kicsit ezt a militarista gondolkodást, és hát Superman is ezért egyébként. Vasembernek volt egyébként az eredeti Vasember egy tök jó sztori, azt mindenkinek ajánlom, amikor még Connectorról töltötte magát halálok. Érdemes beleolvasni, tehát tényleg parodikus. Egyébként 3:30-al megy a Vasember, az zseniális, ott még Mickey Rourke sehol nem volt. Egyébként szerintem jobb lett a filmes változat, abban azt mondom. Tehát ezeknek a szuperhősöknek pont ez, hogy ebbe az egészbe akkora energiát fetszöltek, hogy egyszerűen több mindent akartak beleképzelni, mint amennyi valójában látszik belőle. Igen, végülis, mert amikor ezeket az első szuperhősöket kitalálták, akkor még nem volt cél az, hogy blockbuster filmeket csináljanak belőle, hanem inkább ez az ilyen gyerekeknek sztorik, meg ilyen motiváló dolgok, meg most háború alatt inkább ilyen. Hát ez a nacionalista mozgalom, ha lehet ezt így mondani. De leginkább ugye az Amerika kapitánynál látszik meg, de a Superman is eredetileg ezért lett kitalálva, hogy ilyen az amerikai vágy, meg az ilyen dolgok. Szóval eleinte egyáltalán nem volt egyik karakter se komplex, azt így nem tudom, hogy a 60-as, 70-es években kezdték el ezt, hogy legyen egyre mondjam, érdekesebb egy ilyen történet. Ezt nem tudtak bele sokni. Hát meg az az érdekese, hogy a szuperhősöknek a típusaidok reflektálnak az adott társadalmi helyzetre is. Tehát például mondjuk Pókember karaktere, az meg teljesen más típusú szuperhős, mint mondjuk mint a nagyöregek, mint Superman. Mert ő már az, aki az átlagember, aki kisember, akinek ott titkolnia, vagy tini problémájával meg kell küzdeni, és így tovább. Viszont számomra az egyik legkardinálisabb kérdés egyébként ebben a témában, hogy miért szeretjük a szuperhősöket. Mert szerintem, hogy általában mindenki szereti nagyjából. Tegye már fel a kezét, aki szereti a szuperhősöket. Hát ez a legtöbben. A legtöbben azért szeretik a szuperhősöket. Hát hogy miért szeretjük és miért rajongunk ilyen karakterekért, akik is óriási hatalommal rendelkeznek, megmentenek másokat. Nekem megvan a saját kis válaszom egyébként, egyrészt azért, mert olyanokkal szeretnénk válni talán mi is, mint ők. Ilyen önzetlenek és ilyen erősek, és kiállnak a félelmeikkel szemben és így tovább. Számomra pedig még a mai napig azért, mert ugye én is úgy, ahogy mondjuk Deku a Bokunőri Akadémiában indul egy kisemberként, és szeretne nagy tetteket elérni, és rengeteget küzd, hogy elérje az álmait, és megvalósítja az álmait. Talán nekem is ez, amit megmutat nekem, és elhiszem, hogy én is képes lehetek erre, hogy elérjem, nagyon sok munkával elérjem az álmaimat, és megvalósítsam, és azzá váljak, akit elképzeltem magamnak. De szerintem mindenkinek más ez, hogy miért szereti őket. Na, akkor most megcáfolom az Attilát. Na, ugye azt mondta, hogy mindenki azért szereti, blablabla, jó. Tegye fel a kezét az, aki konkrétan a főhősnek szokott szurkolni mindig az animékben, aki a főhősöket szereti a legtöbbször. Ki az, aki azokat szereti, tehát mindig általában a főgonosz szimpatikusabb neki, azt tegye fel a kezét. Úristen, mindenki főgonosz akar lenni! A főgonosz azért szimpatikusabb nekünk, mert ők azok, akik esendőek, akik nem tökéletesek, és ezért, velük meg ezért tudunk azonosulni, mert ők testesítenek minket, akik bűnbe esnek, akik tévednek, akik hibáznak, akik ezért idegesek, és te is bosszút akarnak állni, mert akármennyire is szeretnénk szuperhősök lenni, baromira nem vagyunk azok. Baromira nem vagyunk ilyen sebezhetetlenek, és mi pont inkább szuperhősök vagy antihősök vagyunk. Én egyetértek teljesen. Igen, de akkor most eljutottunk odáig, hogy igazából Attila egy ilyen önmagát beteljesítő jóslatban megint gonosz lett. Ugyanis nagyon sok szuperhős eltévedik erről az útról, és igazából valamikor már
sokkal, tehát hogyha morális kérdéseket nézzük, a főgonosz sokkal inkább helyén van, mint az, amit a hősök akarnak. Volt ilyen? Ugye? Ugye volt ilyen? Hát akkor most mi van? Hogy erre így valamennyire így reflektáljak. Általában nem tudom, most lehet, hogy ti is, akik úgy föltették a kezüket a gonoszokkal kapcsolatban, ők is inkább azokat szeretik, akiket jobban kidolgoztak, meg akiket ugyanúgy bemutattak, mint a hősi oldalt, mert onnan is megismerik a motivációkat, és ez ekkor jön el az, hogy tényleg jobban néha egyet tudunk velük érteni, mint mondjuk egy hőssel, mert hogy mit tudom én, mondjuk egy olyan dolgot akar végbehez vinni, ami mondjuk lehet, hogy tök jó lenne így hosszú távon, de amúgy ehhez olyan dolgok kellenek, amik nem feltétlen jók. És a hősnek ez ilyen alapelve, hogy minden, ami rossz, azt el kell törölni, meg ki kell iktatni, és emiatt úgy ő is ilyen negatív szerepbe kerülhet, hogyha a hosszú távot nézzük. Hát végül is leegyszerűsítettük odáig ezt a nagyon bonyolult dolgot egyébként, mert biztos vagyok benne, hogy atomfizika van a hősök mögött, de tehát, hogy mindenki azzal azonosul, amikkel az elvei tudja azonosítani. Ennyi, igazából ezzel lezártuk. Akkor bullshit-et mondtál? Bullshit-et mondtál. Nem mondtam bullshit, mert ezek a szerepek pont egy azonosulási pontok számunkra, ugyanúgy, mint ahogy az animéknek a különböző karakter, és nem véletlenül, hogy sokan Naruto-val azonosulnak, sokan viszont Sasuke-val azonosulnak a számkivetettel, a kirekettettel. A Bokoro Hero Akadémia ezért van tele most sablon karakterekkel, hogy tudják, kivel azonosulni. Így van, mert mindenkinek megvannak a saját azonosulási pontjai, és attól függően, hogy milyen élethelyzetben vagy, milyen szituációban, milyen a személyiséged, milyen hatások érnek, attól függően tudsz most éppen a szuperhőssel vagy a szupergonosszal azonosulni. És pont ezek a szuperhősök azáltal, hogy sokszor ugye a nagyobb jót nézik, és azért tesznek gonosz dolgokat, legalábbis a jó szupergonoszok, mert a legrosszabb szupergonoszok azok, akik csak világuralom, Lex Luthor, világuralom, hatalom, borzasztó, szörnyű, förtelmes, de azok a szupergonoszok, akiknek van valamilyen célja, amit el szeretnek élni, és azért kell rossz dolgokat tenni, hogy ezt a nagyobb jót elérjék, ami számunkra sokszor felfoghatatlan, hogy megöljünk, nem tudom, 1 millió embert azért, hogy megmentsük a másik 7 milliárdot, de pont, hogy ezeket a kérdéseket feszegetik, pont ezért lesznek borzasztó izgalmasok, és pont ezért tudunk mi is belemélyedni ezekbe a kérdésekbe, és ugrálni a karakterek között, és látjuk az érveket, az álláspontokat, és felfejtjük ezeket a kérdéseket. Egyébként most ez egy érdekes témát vetett fel, úgyhogy most kérdeznék valakit, hogy ki az, aki tudott Naruto-val azonosulni? Tegye fel a kezét! Te ott! Gyere ide és magyarázz el nekünk, hogy miért! Nem, csak egy zsigot az állapot. Hát, mégis azért tudott Naruto-val azonosulni, mert mégis ő árvánként jött a világra, és senki nem preferálta őt, magát a lényét. Magát a lényét nem preferálta. Senki, végül is a maga a szenszeje, Naruto-nak a szenszeje a részét, hogy elfogadta, és támogatta utána. Nekem ez a támogatói mentalitás tetszett meg inkább. Ezért tetszett meg Naruto, hogy támogatják. Meg ő el akarja érni a célját az életében. Nem csak egy random karakter, hanem egy főhős akar lenni, hanem egy Hokage, magyarán. Naruto karakter pont azért lett az most, hogy bocsánat, hogy beleszólok, és köszönjük szépen egyébként, hogy ezeket elmondtad. Mert hány tagszét az úrnak, hogy felvállalta a Naruto? Az nagyszó. Én abszolút felvállalom a Naruto-t, mert hány tini tud azzal azonosulni, hogy senki nem szereti, hogy senki nem figyel oda rá, hogy nincsenek szülei gyakorlatilag, mert még ha vannak is szülei, nem foglalkoznak vele, beteszik a tévé elé, hogy majd azt felnevelje, nem kap sehonnan szereteted, és ott van egyedül a nagyvilágban, és se kutya rá nem néz. És szinte a legtöbb ember tud ezzel azonosulni, és mégis ő kitart az álmai, mert kitart amellett, hogy ő szeretne nagy ember lenni, és szeretné, ha mindenki szeretné őt a saját falujában, és hova tovább szeretné őket megvédeni. Tehát szerintem pontosan ezért tud egy kiváló azonosulást adni, mert hát legtöbben megéljük ezt, hogy totálisan egyedül érezzük magunkat a világon, és úgy érezzük, hogy senki nem figyel ránk, és senki nem szeret minket. Nagyon tetszett a 2 percen belül 60 szerep. Szeretet. És egyébként az a vicc, hogy amit mondtam, hogy az Attilának ebben nagyon nagy igaza van, és ezért is mondtam azt, hogy ugye nem számít, hogy mi az alapvető, tehát hogy mi az, amit alapműnek tartunk, és mi az, amit hülyeségnek. Például Narutót nagyon sokan szígyek, de itt volt arra az élő példa, hogy itt volt egy srác, aki meg tudta indokolni, hogy miért szereti Narutót, és így tovább. Ez egy teljesen korrekt kritika, innentől kezdve senki nem elkészhető, hogy ő miért szereti a Narutót. Legalábbis én elmondtam, hogy szerintem miért, aztán másnak tök más véleménye lehet, és várom az ellenérveket.
De egy kicsit ugorjunk, hogy volt nekünk másik anime, és mégis kapcsolódik ehhez, amit mondtatok, hogy senki se szereti a hős, meg magányos, hogy volt nekünk egy Inuyashiki animénk még tavaly össze. Ezt hányan láttatok? Azt tudom, hogy a Bence látta, a Saci is látta, Krista is látta. Meglepődök! Nézel új animéket, meg olvasol is mangát? Nem, ezt olvastam. Egyébként nagyon sok mangát olvasok, én jobban szeretem a mangákat, mint az animéket egyrészt, mert szerintem részletesebb, és sokkal jobban fókuszál arra, amit valójában a történet elő akar nekünk adni. A mangában az a jó, egyébként a Boku no Hero Akadémiából is azt hiszem jobb a manga, nem? Én azt kezdtem el olvasni, és utána kezdtem el nézni az animét, és a manga sokkal izgalmasabb. Az Inuyashiki az pedig nagyon jó mangában, és kevésbé volt jó animében, azért nem is voltattam. De hogyha már itt vagy, neked ebben a hőszerep, ugye itt egy idős öreg emberről van szó, aki váratlanul hát emberfeletti képességeket veszett. Én azt nem fogom hősnek titulálni soha, tehát az a probléma, hogy keverjük a hős fogalmát azzal, hogy kényszerhelyzetben van valaki. Mindenkit hősnek akarunk beállítani. A legtöbb cucc, amit felhoztunk itt, pont az a probléma, hogy nem vagyunk azzal tisztában, hogy mit is akarunk meg, tehát hogy miről is akarunk beszélgetni, tehát hogy ez egy hülyeség, ez nem hős, mert itt egyszerűen kényszerhelyzetben volt. Arról van szó, hogy volt egy öreg ember, kapott egy képességet, és végre, tehát hogy úgy érezte, hogy hasznossá teszi magát. Itt semmi másról nem szól. A legtöbb ilyen helyzet, és egyébként a legtöbb a Marvelben, a DC-ben, semmi másról nem szól, csak az egóról. Mindenhol csak az egóban van igazából a középpontban. Nagyon kevés az olyan valódi hős, aki tényleg önzetlenül vagy más érdekeiből cselekszik. Legtöbbször az egóról van szó. Ez egy tökéletes példa arra, hogy például miért az egóról van szó a legtöbb ilyen szuperhősös cuccban. Ez semmi másról nem szól, csak az öreg ember egójáról. Bence, te mit szólnál ehhez? Hát sok hatás ért, mikor megnéztem. Hát először nem tudtam eldönteni, hogy ez most paródia akar lenni, vagy egyetem mi akar így az elején lenni, hogy van egy öreg ember, aki gyakorlatilag egy kiborgként tevékenykedik, és akkor itt próbál embereket menteni, és ezt tartja őt életben, ugye? De aztán utána így nagy nehezen is sikerült rájönni, hogy mit akar mondani végül is, hogy itt nem magáról, arról a nagy hősről van szó, aki mindenkit megment csak úgy, mert ő megteheti, hanem egy sima átlagemberről, aki kétségbe esik, hogyha ott a, tehát, ha ott a kezében a lehetőség, hogy megmentsen valakit, de mégis nem teljesen egészségben birtokosa a saját erejének, hogy ezt mégis megtegye. És ennek eléggé komoly következményei és áldozatai vannak. Hát nekem összességében tetszett, de úgy mégis ugye, hát olyan érdekes lett a vége neki. Tehát ugye, nem tudom, lehetett volna esetleg jobb is, vagy én nem tudom. Tehát ott a végével úgy nem voltam teljes egészében megelégedve, de általában ilyen szokott lenni egy jó sorozat, hogy a vége az nem kimondottan a legjobb. Viszlendik, a mangája már véget ért? A manga már nagyon régen véget ért, és egyébként nem értek egyet azzal, hogy rossz a lezárás, vagy érdekes lenne a lezárás, mert pontosan azt kapod, amit egyébként végig, ezt ugye a Gancnak a szerzője csinálta. Gancot kiismeri, tegye fel a kezét. Szégyellitek magatokat, nagyon véres, egyébként tök jó a manga, abból is rettenetesen jó. Az anime viszont szörnyű le. Azt nem tudom, azt láttad? Azt se láttad, mi? Na, jó van. Szóval... Soci benyögött egy ott, nem bocsánat, hogy most... Hát neki oda a mikrofont, és hogy mondja szerencsétlen? Nekem mondta, és most csak én vagyok össze... Mondd, hozd meg velünk is, jó? Az osztály előtt. Tibi a szindról hangom. Nem csak ugye beszélgettetek útkor arról, hogy ugye amikor a Kakegurui-nál voltunk, hogy a véres, ilyen horror beütésű anime, hogy ez milyen beteg, hogy hogy lehet ilyeneket nézni, hogy véres, hogy minden, és most ez ne keverjük össze az indokolatlan vérengzést és az indokolt brutalitást. Az indokolt brutalitásnak például a Gantzban azért van jelentősége, mert minél brutálisabban ábrázolunk egy jelenetet, annál hatásosabb lesz és sokkolóbb lesz. Itt viszont olyan, a Gantz az tele van morális és olyan kérdésekkel, elvi kérdésekkel, sőt ott a konkrétan egzisztenciális kérdés lesz a vége felé a mangának, ami igenis igényli a brutalitást. Vannak olyan baromság, mint a Tokyo Ghoul, azért ott tényleg csak azért van brutalitás, hogy legyen bér. És csak azért van bér, hogy a gyerekek élvezzék meg Attila. De ha így veszük, akkor végülis bármiben belemagyarázható az, hogy miért fontos az, hogy vérengzős legyen, ugyanúgy, ahogy a Kakegurui esetében is, azért, hogy miért kapja le a körmét a szájával és mindent. De most magyaráztam, tehát, hogy milyen olyan morál... Tehát, hogyha nekem elmagyarázod, hogy milyen morális és egzisztenciális kérdéseket vett fel maga a manga, de nem úgy, hogy búsít, tehát alá tudod támasztani és le tudod vezetni. Vezetni elfogyott a levegőt.
Szóval, ha le tudod nekem vezetni azt, hogy miért van ez így, akkor azt mondom, teljesen korrekt. Én a gancot neked végig levezetem, hogy mikor, mit és miért csinálom. De egyébként a manga maga is adja. Én nem a gancot szívom, félre nem érted, nem, én csak azért hasonlítottam össze, mert a kategóriák az nem jó, amikor bele kell valamiben magyarázni, hogy az mit akar mondani nektek, az onnantól kezdve nincs jól tálalva. Az a jó, amikor egyértelmű az üzenet, és nagyon picit kell rajta gondolkoznotok. Onnantól kezdve, hogy túl kell magyarázni, nagy valószínűség egy bullshit. Tehát az nem. A kategóriák az egy ügység. Nem tudom melyik az, de biztos az. Legjobb, hogy nem is ismered. De egyébként annak inkább ilyen pszichológiai hátterei vannak, mint morális, tehát hogy inkább az vezeti ezt a brutalitást. Most ugorjunk egy kicsit tovább. Gyűjtöttem pár olyan animét, amit úgy soroltak fel, hogy szuper hősökről szól. Tehát a japánoknál is megvan ez a szuper képességekkel rendelkező szuper híró kategóriába sorolható animéknek a sora. Itt láthattok egy párat. Ezekből van-e valamelyik, amiket ti még ismeritek? Nem. Mindegyik első együket. Na, mondjad, Krisz. Hát az a helyzet, hogy ez, például a Devilman, az egy régi cucc, a Spawn az 1994-es, ugye? A Borum, ez igazából te is csak a 90-es évekre ütött be, mindegy. Tehát az például olyan anima, amit a Spawn jobban megcsinált, aztán hát a Witchblade az egy hülyeség. A Cushion Scenes nem értem, miért raktad ide, azt pont végignéztem, és aki tegye már fel a kezét, aki látta a Cushion Scenes. Szerintetek a szuperhős, le a kezeket most, azok, akik eddig feltették. Ha szerintetek a szuperhősről szól, akkor tegyétek vissza a kezeteket. Hát, hogy rohadtul nem szuperhősös. Nem, rákerestem, hogy milyen animéket sorolnak be ide. De nem. Tehát ez pont nem ennyi. És ez a probléma, amit mondtam, hogy ez egy óriási probléma, hogy nem tudjuk mi az, mi magával a definícióval sem vagyunk tisztában, hogy mi az a hős, antihős, és igazából mit is keresünk ezekbe az animékbe. Itt én megmondom neked a frankót, hogy innen párról tudnék mondani valamit, de hát hős ebben talán az Eight Man After, és hát a Samurai Flamenco az marha jó, ez vicces tudsz. Tehát az igazából, de az sem annyira szuperhősös. Tehát az egész, ja igen, a, hol van az a Hero Man, az ki ismeri azt az animét, tegye fel a kezét. Na? Ott egy robotról van szó, és nem fogjátok elhinni, mi történik az animébe. A robot megnő, és amerikai színeket kap. Mi más kapna? Tehát, hogyha valamit főhős, tehát, hogyha egy robot főhős lesz, amerikai színeket kap. Hihetetlen, tehát az sem szuperhősös egyébként. Tehát erről beszélek, hogy igazából... De ugye tudod, hogy most elspoilerezted az animét. Ez az eleje, ez konkrétan a trailerben van. De ott is csak az elejét spoilerezted. Nem, ő hülye. De pont ez az érdekesebben, hogy mennyi rengeteg animében vannak különféle szuperképességek, amiket használnak különféle célokra, akkor miért csak ezek a szuperhősök? Tehát, hogy hol van a különbség a között, hogy valakinek van valamilyen képessége, és azt használja a jóért mondjuk, és a között, hogy mondjuk hivatásszerűen űzi. Tehát itt megint csak, ahogy Kriszt is mondja, fogalmi problémák vannak, hogy nincs egyértelműen letisztulva senkinek a fejében, hogy most mit is jelent ez az egész hőskérdésnek, szuperhőskérdés. Végső megfogalmazást kellene mondani, mit mondanátok arra? Nem, én először még kérdeznék, hogy megfogalmazok a srácoktól. Akkor ezek szerint a DC-ben és a Marvel-ben ki az, aki tényleg szuperhősnek számít? Három nevet mindegyik, mindkét univerzumból. Az, hogy ki az, aki szerintetek tényleg szuperhős? Mármint, hogy amit ez eddig megfogalmaztunk volna. Nem, amit eddig megfogalmaztunk, szerintetek. Ez a gond, hogy DC-től a kedvencemet nem tudom ide sorolni, mert az is egy munka. Látod a leckét, Krisz? DC-nél én talán a Marsit tudnám mondani, a Marsi fejvadászt, mert ő elvesztette jóformán így az egész, hogy mondjam, egy kolón haját. Kb. Alig vannak rajta kívül még marsiak. És ő jóformán az emberek iránt is ugyanúgy érez, mint a saját faja iránt, és hogy azt is ugyanúgy meg akarja védeni, ilyen szempontból én szerintem ez is egy hős. Szuperhős. Stop. Dr. Who-t kilátta. Na, ugye a Dr. Who-nak a sztoriát mondta? Tegye fel a kezét, aki szerint igen. Na ugye, kb. Az egyébként. Na, akkor Dr. Who egy szuperhős, mert szerintem nem, mert ki az, aki szerint Dr. Who szuperhős? Senki szerint. Akkor ez megint nem lehet. Jó, egy ember, na. Jó, az egy... Majd belepacsizhat. Legalább valaki egyetértő. Sos végig soroljam ezt a hármat, Jézusom.
gondolkodni. Én most akkor no, szuperhős is hagyjuk ide. Miért? Miért nem? De miért szuperhős? Hát én komolyan, én most feltettem ezt a kérdést, de nekem ez komolyan, mire leérünk innen basszus, mindenki egzisztenciális válságban lesz, hogy miért vagyok ember? Miért létezik? De most mit csinálok? Elmondtuk, vagyok a koma? Elmondtuk azt, hogy mi a hős meg szuperhős között, akkor most Superman ugyanúgy a... Hát most de most eljutottunk oda, hogy igazából mindenki tök átlagos ember, és igazából csak annyi különbözteti meg őket, hogy Isten vagy több pénzt adott neki, Iron Man meg Batman, vagy Isten olyan különleges képességekkel ruházta fel őket, mint Thort, meg a Superman, ugye? Hát most eljutottunk odáig, hogy igazából az átlag ember és a szuperhős között abszolút nincsen semmi különbség, és igazából totál hülyeség az egész. Annyi különbség van köztük, hogy ha most szuperhősöket nézünk, akkor van valamilyen erejük, amit arra használnak fel, hogy azzal az embereket segítsék. Na jó, de hogyha nekem is lenne egy olyan képességem, lehet, hogy én is segítek, akkor szuperhős vagy, pedig ugyanis szuperhős vagy, igen, mert segítesz. Akkor megint eljutottunk odáig, hogy igazából azért nem vagyok szuperhős, mert nincsen különleges képességem, mert amúgy segítenék az embereket. Igazából, és ez megint nagyon-nagyon jól kapcsolódik a Boku no Hero Akadémia, mert ott mi történik, az, hogy az emberek, a populáció 80%-ának van szuperereje. De ezt nem látod, mert az engem fölcseszettem, hogy az anime elé, mert egy rakat ember van ott egy a városban, és így kb. Három hős jelenik meg, hogyha van valami probléma, vagy nem tudom. Igen, mert ugye a hőség egy hivatás, tehát sokan ők az átlagember életét élik, csak van különleges képességük, azok hősködhetnek csak, akiknek van licensze, ugye. Akkor nem menthetik magukat, mert nincs licensz. Így van, és ezért vannak ilyen mélysége az animének, de ami fontos, hogy ott is az történik, hogy mindenkinek van képessége, és pont ezért látszik az, hogy ki lesz hős és ki lesz gonosz, hogy ki hogyan használja az adott képességét. És pont, hogy megjelenik az animében, hogy vannak olyan diákok, akiknek tipikus echte fő gonosz képessége van, és meg is bélyegzi őket a társadalom, tehát csak itt már ilyen réteg is van a történetnek, vagy attól függően, hogy milyen képességed van, a társadalom megbélyegez, és pont, hogy a társadalom taszít bele abba, hogy gonosz legyél, mert már megítélnek a gonosz típusú képességed alapján. Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy mindenkinek a saját cselekedési joga, hogy eldöntse, hogy mit csinál, akár átlagember, akár szuperereje van, és attól lesz valaki szuperhős, hogy jól használja az erejét, és attól lesz gonosz, hogy rosszra használja az erejét. Igen, de ez nem kell szupererő, tehát hogyha nem lennének szupererők, akkor ugyanúgy, akkor megint ott lyukadtunk ki, hogy nincsen szuperhősök. Hülyeség a téma. Még egy záró gondolatot fűzzetek ehhez hozzá, és utána ugrálnunk kell most már az anime kritikus versenyünk nyertesére, tehát zárjuk le egy picit, hogy végső mondandót mit üzennétek akkor a szuperhősök? Mit jelent szuperhősnek lenni? Szerinted? Én záró mondatként egy picit mást üzennék. Azt, hogy szerintem mindenki hős tud lenni a saját életében, mert azok az apró döntések, amiket meghozunk, a mi kis életünk, vagy kinek segítünk, és kinek nem segítünk, és feláldozzuk a saját egónkat, és vágyainkat, és szükségleteinket azért, hogy másoknak segítünk, ezt mindenki meg tudja tenni, úgyhogy szerintem mindenki hős tud lenni a saját életében. Most Attilát még egyszer tapsoljuk meg, mert én is pontosan ugye ezt akartam elmondani, ugyanis pont erről van szó, hogy nincs semmi szuperhős. Egy rövid gondolatot erről. Most motiválják mindenkit, hogy menjen be a csecsemő után az égőházba, mert azt sok értelme nem lenne. Jó, hogyha látod az égőházat, meg a csecsemőt, és látod az esélyt, hogy megmented, jó, menj be, de most ennek... Az élő példa, amikor a szupergonosz születik, bent hagyja az égőházban a csecsemőt. Ez igen, jó, ha használja a képességét, nem motivál. Innen látjuk azt, hogy miben különlegesebb egy szuperhős, mert ő lehet, hogy a saját életét feláldozná azért, hogy bemenjen. Nem, nekem nagyon tetszett, hogy nem. Akkor egy nagyon rövid, de egy klasszikusan zárhatnánk akkor a mi részünkről. Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Saci, akkor fogadj el. Teljesen egyetértek mindazzal, amit itt előttem hallottam, de egyébként tényleg én azt... Jót isnek még egy tapsot mondja is. Magatokon kívül is vegyétek észre a környezeteteket, mert sokszor én is azt vettem észre, hogy ugye az emberek nagyon sírnak azon, hogy senki nem foglalkozik velük, meg minden, de úgy egyébként így belegondoltatok abba, hogy ti mennyit foglalkoztok másokkal. Most lehet, hogy ez egy vadidegen, lehet egy barát, vagy bárki, de hogy ebbe is próbáljatok kicsit
előrébb lépni, hogy ne csak magatokkal foglalkozzatok annyit, mert én azt hiszem, hogy az emberek elég sokat, tehát hogy jó, nyilván azért mindenki elsőlegesen magát helyezi előre, de próbáljatok meg egy kicsit a környezetetekbe is figyelni és elgondolkozni azon, hogy ha lehet, hogy azért nem foglalkozik velem senki, mert én se foglalkozom senkivel és nem írok rá senkire, vagy fordítva, tehát hogy én csak így ennyit szeretnék. Rendben, és akkor most ugorjunk át az eredmény hirdetésre, és még gyorsan megnéznénk együtt a nyertes videót, és arra is még kérném mindannyiunkat, hogy gyorsan reflektáljon. A közönség kedvence Szató Tensi lett, aki 67 gyűjtött össze a YouTube csatornát, meg hatalmas tapsot neki. A második legtöbb szavazatot Kék Cinke és Bridget szerezte, úgyhogy nekik is egy hatalmas gratula. A harmadik helyzet pedig Akani mellett. Neki is egy tapsot még így a végén. És most jön a lényeg, azaz a zsűri eredményei alapján az első helyezett Kék Cinke és Bridget lett. Hatalmas tapsot neki. 119 ponttal. Második helyzet Gábor lett, aki Batman-nel közösen kritizált egy animét. Sajnos ezt nem tudjuk elvetíteni, pedig állati jó videó lett, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg YouTube-on, hogyha van időtök. Neki is egy hatalmas tapsot. A második helyzet pedig Higasi Kata lett, aki egy szösszenet nevezett videóval nevezett, és nagyon kreatívan boncolgatta is a hős és szuperhős fogalmát, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok egy gondolatébresztő videóra, mindenképpen nézzétek meg az övét is, úgyhogy neki is gratulálunk. A technikus, megkérném, hogy a győztes videót nézzük meg akkor közösen. Na jó, várjunk egy kicsit. Mi a baj? Mégis mit művelünk? A héten a Boku no Hero Akadémiát néznénk, mint minden héten. Jó, de ennek mi értelme? Ezt nézzük már vagy 20 éve. Egyforma sztorik, egyforma karakterek. Az nem lehet, hogy csak én mondtam meg. Nem értem, miért panaszkodsz. Ez az utóbbi évek egyik legnépszerűbb sorozata. A fél világ ezt nézi, és a pontszámok alapján úgy tűnik, hogy mindenkinek tetszik. Nem is azt mondom, hogy rossz. Azt mondom, hogy unalmas, fantáziátlan, kiszámítható. Pontosan olyan, mint bármelyik másik shonen anime. Minden shonen egyforma. Ez azért erős túlzás. Kezdjük ott, hogy a shonen nem is műfaji meghatározás, hanem korosztályi besorolás. Minden olyan anime shonennek számít, aminek a célközönsége 10 éves japán srácokból áll. Haragudj inkább rájuk, ők döntik el, mit nézel a következő szezonban. Japánban talán ezt jelenti, de ha nálunk azt mondod shonen, mindenki ugyanarra gondol. Kocos fiúk szuperképességekkel gyilkolják egymást 100 részen át, közben mindent megtanulnak a barátságról, és a végén jól megmentik a világot. Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, Hunter x Hunter, és ezek még csak a népszerűbbek. Ezek mind elég különböző animék, elég csak rájuk nézni. A felszín alapján megtévesztő lehet a különbség, de ha egy kicsit a mélyére ásol a dolgoknak, mindegyiknél ugyanazt fogod találni. Egy céltudatos és eltökélt fiút, egy rejtett szuperképességet, amit az apjától, vagy valamiféle apa figurától örökölt, meg egy nagy kalandot, ahol bizonyíthat magának, legyőzheti az ellenségeit, és megmentheti a barátait. Na mit gondolsz, kiről beszéltem? Hát, gondolom Midoriáról, meg az ő képességéről, a One For All-ról. Vagy akár Naruto-ról és a Kyuubi-ról. Vagy tudod mit? Erről a Shingeki no Kyojin-ról. Igen, ha jobban megnézed, ő is csak egy újabb Naruto, csak nem láthatósági mellényt hord, hanem női bőrcsekit. Az ne is zavarja, hogy az egyikben ninják vannak, a másikban titánok, a harmadikban meg szuperhősök. Persze, meg van kalózos shonen, kardozós shonen, meg 100 másik is, ezt mindig az adott trendek döntik el. Ne felejtsd el, hogy egy anime nem csak szórakoztató műsor, hanem egyben termék is. Anime, mint termék. Egy terméknek pedig az egyetlen célja az, hogy pénzt termeljen. Ahhoz viszont, hogy pénzt termeljen, meg kell felelnie bizonyos piaci elvárásoknak. Az internet korában az anime hamar globális médiummá nőtte ki magát, azaz hiába készülnek ezek a sorozatok túlnyomó részt japán piacra, hatnak rájuk a világszerte népszerű trendek is. A 2010-es évek popkultúráját pedig egy ilyen trend határozta meg leginkább, a szuperhősök. Igen, az meg is van. Marvel, meg DC filmek és sorozatok, egy rakás X-Men film, Deadpool, 3 féle pókember, a csapból is szuperhősök folynak. Meg az a rengeteg pénz, amit ezek a filmek kitermelnek.
Természetesen az animeipar sem akart kimaradni a jóból, így aztán házasították a jól bevált, ezerszer bizonyított shonen formulájukat, és mindenki aktuális kedvenceit, a jó öreg szuperhősöket. Így született meg a tökéletes termék. Ezt persze lehet kreatívan és humorral csinálni, a One Punch Man-nek például sikerült, ami pontosan azokból a klisékből csinált viccet, amikkel a Boku no Hero Akadémia egyenesen büszkélkedik. Mintha valami shonen vírus támadta volna meg, minden egyes elemében elődeit másolja, új és ötletes megoldások helyett pedig minden egyes alkalommal a járt utat választja. Hát, engem nem győztél meg. Az még rendben van, hogy hasonló témákkal foglalkozó, hasonló korosztálynak szóló animék között vannak összefüggések, de messze nem annyi, mint ahogy állítod. Dehogy nem, itt csak el. Itt kell mondani 10 olyan dolgot, amit a Hero Akadémia pontosan úgy csinál, mint más shonen animék. Sőt, tudod mit, mondok inkább 20-at. Legyen inkább 100, és akkor talán elhiszem. Jó, legyen. Keresek neked 100-at. Nem mondtam komolyan. A videó címe ezennel: Boku no Hero Akadémia és a Shonen vírus 100 tünete. Manga alapján készül, ami a Shonen Jump-ban jelenik meg. Évekig elegendő alapanyagból dolgozik, de mégis filler részekre kényszerül, hogy ne érje utol a mangát. A főszereplő egy középiskoláskorú srác, aki nem egy mindennapi cél tűz ki maga elé. Kócos a haja, az álmaiért bármire képes, és sosem adja fel. Egy olyan erőbirtokosa, ami sokkal hatalmasabb nála, ezért sokáig nem is képes uralni azt. Ahhoz, hogy kontrollálni tudja, előbb meg kell ismernie a saját határait. Erős igazságérzete van, mindig tudja, mi a helyes, rossz döntést is csak jó szándékkal hoz, és mindig tanul belőle. Megtesz mindent, hogy megmentse a barátait, akikkel közös kalandokban vesz részt, csapatokra osztva, rangsorolva, pontozva, mentoraik és mestereik felügyelete alatt. Van vagy 30 karakter, akiket név szerint kellene ismerned. A nemiket azért csak megjegyezted. Próbál csak meg. Bakugró. Várj, megvan. Endrebar. Endrebar. Kero. Kira. Retardált Pikachu. Ichigo. Fogalmam sincs, de gyűlölöm ezt a kis férget. Látod? Fogalmam sincs, kik ezek az emberek. 50 rész után. De ha már a karaktereknél tartunk. Itt van a főszereplő gyerekkori barátja, aki egyben a legnagyobb riválisa is. Még tüskésebb fajú, még eltökéltebb, és mindenkinél jobb akar lenni. Kötelező lány karakter sem maradhat ki, természetesen csak support szerepben a csatatéren is, és a hétköznapokban is. Kell közéjük pár lava szerelmi szál, ami 100 rész után se vezet majd sehová, de azért izgatja a piszkos kis fantáziátokat. Mi? Meg persze a főhős többi kis barátja, mint a szigorú szemüveges, aki azért kicsit vicces is, a rideg misztikus arc, akinek a sötét családi hátterével több részen átfárasztanak minket. Van pár jellegzetes mellékszereplő, van pár teljesen jellegtelen mellékszereplő, és van olyan mellékszereplő, akiknek se kell rajzolni. Van egy kis torsz szemétláda, aki csak azért létezik, hogy minden részben elsősön valami ocsmány, pervers poét, ami se nem vicces, se nem passzol az anime stílusához. Komolyan, kinek jó ez? A van igazság, ő tölik meg elsőként. Persze a főhős nem minden társa kedveli meg rögtön, de közös kalandjaik során mind megismerik a valódi arcát, megtanulják tisztelni, sőt, később a főszereplő inspirálja majd őket, hogy átlendüljenek a saját nehézségeiken is. És persze ott vannak a mestereik, a legendás figura, a főszereplő példaképe, aki a szárnyai alá veszi őt, és akinek a közelgő bukását jó előre megjósolja az anime. A rejtélyes, leharcolt férfiú, a fagörlő kedvence, akinek kemények a módszerei, de aranyból van a szíve. Ez egyik egy sexy milf, a másik egy sexy gilf, a mester mestere is megjelenik pár részre, és ott van még pár jellegtelen alak, akik nagyon erősek, de a szuper képességük meg kimerül minden jellemvonásuk. Kellenek persze ellenfelek is, akikből kétféle létezik, az arc nélküli tömeg, akiket morális kérdések nélkül lehet gyilkolni, és akiknek külön fejezetet szán az anime, a főgonoszok. Karizmatikus őrült, a fangörlök másik kedvence, akit a szörnyű gyerekkora tett tönkre, és most bosszút áll a társadalmon. De őt is csak a háttérből irányítják. Nagyobb hatalmat, akik egy ideig meghúzódnak az árnyak között, de tudod, hogy egyszer úgy is meg kell majd küzdeni velük. A főhős még nem áll erre készen, de részről részre erősebb lesz, ezen segítik a folytonos bajnokságok, megmérettetések, ahol vagy együtt küzd barátaival, vagy a barátai ellen küzd, vagy csak nézi őket, ahogy verik egymást.
Ezek a harcok teszik ki az anime nagy részét, mert 3 részig tart lerendezni a legkisebb baljét is. Mindenki monológba kezd 2 pofon között, és mindig a nagy pillanatok előtt van vége az epizód. Folyamatos az életveszély, de tudod, hogy úgy sem hal meg senki. Ezeket az animéket gyerekeknek írják, jó, ha 100 részre jut egy halott. A szereplők ugyan gyakran megsérülnek, de mindig felállnak, és képesek tovább harcolni. Ez köszönhető valami gyógyító varázslatnak, ami nélkül az első 1 rész után lapátolni lehetne a szereplők maradványait. A nagy cél lassan közeledik, a tét egyre nagyobb, de sehol sincs a vége, még évekig nézheted, ha a manga olvasók nem spoilerezik le neked. A stúdió ott spórol, ahol tud, a drága jó minőségű animációt egy-egy speciális szuper támadásra tartogatják, a többi meg olcsó, könnyen animálható pofázás, egymás merett bámulása, meg visszaemlékezések a látványos pillanatokra. A harcok kimenetelő előre tudod, a jó mindig győz, a rossz pedig néha megnyeri a csatát, de végül úgyis elveszíti a háborút, és mindezek ellenére az anime mégis pofátlanul népszerű. Megvan a 100, hogy Isten vagyok! Isten, erről van szó, ugye? Igen, igen! Hát, gratulálok! Íme, 100 shonen klisé, amiből egyet sem a Boku no Hero Akadémia talált ki, de mégis mind a 100-at megtalálod benne ugyanúgy, mint az összes többi harcos shonen sorozatban. Ennyire nehéz lenne valami újat, valami egyedit alkotni? Pont a kitartásról és a bátorságról szóló animék túljárnák ahhoz, hogy valami ismeretlennel, valami izgalmassal próbálkozzanak. A készítőket és a közönséget is ennyire megfertőzte az elcsépelt, újrahasznosított, folyton önmagát ismétlő shonen vírus. Hiába tetszik az anime, sokkal nehezebb, őszinte rajongás. Mi? Azt mondtad, hogy tetszik az anime? Nem tudom. Azt hiszem... Hát persze, különben nem hozná ennyire lázba. Nem ismernéd az összes olcsó kis trükkét, ha nem nézted volna végig, te is ugyanúgy az összes rész, mint a rajongók. Ha nem is lett a kedvenced, azért be kell ismerned, hogy felkeltette az érdeklődésed. Tudod mit? Igazad lehet. A Hero Akadémia talán nem is valami újat akar létrehozni, inkább tisztelettel adózik az alapjául szolgáló műfaj előtt. Mind a 100 shonen klisét olyan letisztult profizmussal használja fel, hogy öröm nézni. Vizuális élményt szórakoztat, a zenéi jók, a karakterdizájn jó pofa, a történet vezetés meg pont úgy van kiszámolva, hogy minden epizód végén úgy érezd, meg kell nézned a következőt, de azonnal. Szóval, ha valaki szereti a shonen műfajt, vagy még csak ismerkedik vele, az biztos, hogy jól fog szórakozni, ha elkezdi követni ezt a sorozatot. Akkor mi is folytathatjuk végre? Mi? Ja, persze, hogyne, csak ennyit akartam. Szóval lényegében feleslegesen okoskodtál 10 percig. Bocs. Most benne voltak idén a zsűrizésben, illetve Atos és Kriszti is, mondjatok pár gondolatot a videóról, hogyha van egy kis időnk, van még annyi időnk, úgyhogy gyorsan, Saci, te pontoztad ezt a videót, Erjen, fölállok, hogy lássanak téged. Te is értékelted a videót, persze. Igen, nekem nagyon tetszett, egyébként nagyon jól összefoglalta, humoros is volt, tehát én szerintem teljes mértékben megérdemli, hogy nyert, bár egyébként most kimondottan szerintem relatíve erős volt a mezőny, tehát hogy ezek az alkotások, mivel a nagy többsége elég jóra sikerült, kreatívak voltak, szórakoztatóak, tehát egy le a kalappa tényleg azok között, akik most küldtek be anyagot, szóval gratulálok a győztesnek, nekem is kimondottan tetszett. Bence, neked hogy tetszett ez a videó, mikor értékeltél? Hát őszintén szóval meglepődtem, egy nagyon profi munka volt. Hát ilyenkor azért előjön az emberben egy kis irigykedhetnék, mert azért mégiscsak egy olyan munkáról van szó, amit nem biztos, hogy én például meg tudtam volna hasonlóképpen csinálni. Tehát minden elismerésem azoknak, akik csinálták ezt, mert tényleg nagyon sokat tanul belőle az ember. Úgyhogy ebből még maguk a zsűri is tudna belőle okulni, hogy éppenséggel miből szeretnének egy kicsit többet meríteni, vagy esetleg kritizálni szeretnének. Marci, te is benne voltál a zsűriben? Hát újat nem tudnék mondani, mert tényleg zseniális a videó és nagyon jól fel van építve. Talán annyit, hogy nekem itt technikai bajom van azzal, hogy a videó ilyen 20 frame per szekundumban van, ami akadozik. Szóval nekem az egy kicsit úgy vizuálisan kicsit úgy bántó volt, de egyébként magával a videóval ezen kívül semmi bajom nem volt. És Krisz, Attis, ti most láttátok először ezt a videót, csak így nagyon-nagyon röviden, hogy hogyan értékelnétek.
Hát én rég láttam ilyen jó anime kritika videót, vagy akár én is többször zsűriztem már ilyen jól összerakott videót. Abszolút korrekt és abszolút teljes igaz, amit Krisz mondott egyébként, hogy tudni kell megfogalmazni a saját álláspontodat, és akkor onnantól kezdve rendben vagy, és érvekkel alá támasztani. Abszolút jó volt a videó, tetszett, ugyanakkor úgy érzem, hogy azért a hangsúlyok nem teljesen vannak rendben, mert én például tudnék csinálni egy olyan videót, ha nem is 100 dolog, amiben különleges a Pokémon Akadémia, de legalább 10 dolog, amitől egy új generációs shonen-nek tudunk hívni, és amitől pont hogy eltér az átlagos kliséktől a shonen műfajból. Egy picit emiatt egy oldalnak éreztem, de a saját véleményét akarta alátámasztani, és ez sikerült, úgyhogy gratulálok hozzá. Krisz? Hát én csak annyit küzdnék hozzá, hogy tényleg összehasonlítási alapokat én nem vennék elő soha egy kritika videóban, akármi is legyen, mert például én a Fight Clubban is össze tudom egyébként hasonlítani a bokorunk, miért Brad Pittnek tüsi a haja, és akkor most ő is egy shonen hős. Igazából nagyon hozzászólni nem tudok, nekem is igazából a technikai részével volt a legnagyobb probléma is, és én még mindig egy kicsivel rövidebbre vettem volna a videót. Jó, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és nektek is köszönjük szépen a figyelmet. Atissal és Sacival találkozhattok itt a B pavilonban, ugyan lesz dedikálás, pont most kezdődik majd az animés kerekasztal után, 13.30-tól 14.30-ig találhatjátok meg őket ott, utána pedig a Fabulous Industries is ugyanott fog dedikálni, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek. Holnap pedig tavasz a szezon értékeléssel várlak titeket a Meeting Roomban, a K épületben 14 órától, úgyhogy sziasztok! További szép napot!